Nagy botrány keltett pár napja Csirítyán Zsolt, a betyársereg vezetője, aki a szélsőjobboldali terrorizmus különböző várfajairól tartott előadást a 64 vármegye ifjúsági mozgalom rendezvényén Pécsett. A magyar baloldalról szólva pedig kiemelt szerepet kapott a beszédében Vadai Ágnes is, ő most a vendégünk, jó reggelt kívánok! Nyilván olvasta egyébként ezeket a sajtóban azóta idézett szavakat, ahol arról beszélt Csirítyán Zsolt, hogy ne legyenek illúziók a baloldallal kapcsolatban, brutális eszközökkel bánnának a másként gondolkozókkal, ha hatalomra kerülnének, és erre bizonyítékképpen az ön állítólagos szavait idézte, mert hogy Zagyva György Gyula mesélte neki, állítólag. Egyrészt, ami már önmagában érdekes, hogy szokott önnel beszélgetni és kávézgatni, másrészt, hogy ezen alkalmakkor ön arról mesél, vagy kijelleg, azt hiszem így fogalmazott, hogy mit kéne ővele, Csirítyán Zsolttal csinálni, börtönbe zárni, és ott mit csinálni. És még ezzel kapcsolatban azt is mondta, hogy egy tiszta beteg perverz állat, mert mint hogy ő szerinte ön. Jó reggelt kívánok! Ebből annyi igaz, hogy valóban azt gondolom, hogy egyébként az ilyen eszméknek a történelem szemét dobjan a helye az ilyen embereknek, akik pedig arra buzdítanak, hogy másikat el kell pusztítani a származások alapján, azoknak meg egyszerűen tényleg börtönben a helyük. Az összes többi, hát ez nettó hazugság, és hogyha én azért, mert undorodom a náciktól, perverz állat vagyok, hát akkor vállalom, perverz állat vagyok, valóban undorodom a náciktól, és azt gondolom, hogy a terror elhelyettesítési központnak, annak nem prostikat, meg pitbullokat kellene üldözni, hanem ha már megvan a egyébként nem túl legális eszköze arra, hogy titkosszolgálati eszközöket alkalmazzon, hiszen civil módon nem lehet ezt ellenőrizni, akkor az ilyen emberek után kellene nézni. Mit csinálnak ezek az emberek? Mert ha van terrorizmus, terrorgyanú, továbbá van olyan fenyegetés, amit nagyon sokan fenyegetésként élnek meg. Szóval ez az, amit azért ez az ember és az ő társai előadnak, ez nagyon sokakba félelmet kell. Akkor ezután utána kellene nézni. És egyébként tényleg Zagyva Gyulával szokott kávézgatni és beszélgetni? Azért mondom, hogy nettó azok se, tehát én nem szoktam Zagyva Gyulával kávézgatni. Ha az beszélgetés, hogy szoktam neki mondani, hogy nácik, akkor vállalom, hogy valóban szoktam beszélgetni. Ha az beszélgetés, amikor éppen a Hetek egyik, talán emlékeznek arra a történetre, hogy a Hetek egyik újságírát, vagy több újságíróját korábban ők megfenyegették, és akkor ő azért kapott valami büntetést, és akkor mondtam, hogy így jár mindenki, aki erőszakkal megpróbál másokat megfenyegetni, akkor valóban ez beszélgetés. De azt hiszem, hogy ezekkel az emberekkel, akik így viselkednek, akik ilyeneket mondanak, akik egyébként mindent megpróbálnak meggyalázni, ami ebben az országban fontos, ezekkel nincs mit beszélni. Éppen ezért tegnap, hiszen ő maga is bevallotta már, mint ez az ember, hogy ők azért a Jobbikkal jó kapcsolatot ápolnak. Tegnap az esztergomi fórumon is világosan elmondtam, hogy nem lehet közösséget vállalni, és ebben az ügyben nem politikusnak kell lenni, hanem normális embernek. Nem csak a baloldali politikusoknak, a baloldali embereknek kell föllépni az ilyen szélsőséges eszmékkel szemben, hanem a kormánypárti képviselőknek is. Éppen ezért nyílt levet írtam Bölner Pálnak, hiszen a Jobbik a volt esztergomi zsinagógába készülődik, ott akar rendezvényt tartani, ami most ott ilyen művelődési ház, de mégiscsak. Azt gondolom, hogy mindennek a meggyalázása, az áldozatok emlékének a meggyalázása az, hogyha ez a szélsőség ilyen helyeken fórumot tarthat, úgyhogy nagyon remélem, hogy Völner Pál és a fideszes képviselők fölfogják észre, hogy persze kampány van, de hát a szélső jobboldali szavazókért, a náci szavazókért normális, nem politikus, normális ember nem megy. Térjünk majd mindjárt vissza az esztergomi fórumra is, de még egy pillanatra Csirítyán Zsoltról, aki egyébként most azzal hívta fel magára a figyelmet, és azért került ez a pécsi rendezvény a sajtóba, mert hogy ott a jobboldali terrorizmus nemzetközi példáiról elismerően nyilatkozva például azt mondta, hogy Amerikában a szövegkörnyezetből úgy tűnt, hogy szerinte nagyon helyesen megöltek egy televíziós műsorvezetőt, aki ott Kálmán Olga megfelelője, de 2011-ben is a hírekbe került már Csirítyán Zsolt. Egyébként némiképpen az ATV munkatársainak köszönhetően, mert hogy lebukott, hogy a Magyar Szigeten miket mondott, többek között például rohadt tetves zsidókról beszélt, és most ő is visszautalt erre az eseményre, mert hogy utána indultak vele szemben jogi eljárások, és azt mondta, hogy ezek a vizsgálatok lezárultak, a nyomozást megszüntették, tehát ő nyerte meg a csatát, mindenki sikoltozott, füstölöttek a krematóriumok, hullottak a zsidók, 39 szervezet jelentett fel, próbáltak minden szempontból
igazából ellehetetleníteni bennünket, próbáltak mindenféle fajta módon elítélni, mert elkövettük azt a szentségtörést, hogy felvetettük, hogy mi van akkor, ha valaki lelő néhány zsidót. Ez egy tabu témának számított akkor, de győztünk, és büszkén mondhatom, hogy verbálisan szétlőttük őket. Most tényleg mit mondjuk egy ilyen emberre? Hát ön szerint normális ez a gondolkodás? De tényleg? De tulajdonképpen nem is arra gondoltam, hogy arról lesz véleményem, mert hát ez talán elég egyértelmű, hogy lesz a véleménye, hogy mit mond Pirityán Zsolt, de valóban lezárultak ezek a jogi eljárások, és valóban nem lett semmi következmény. Azt gondolom éppen, hogy éppen ezért, hogy olyan törvényekre van szükség, olyan lépésekre van szükség, hogy ilyet ez az ember és többen mások nem mondhassanak Magyarországon. Minden, a szólásszabadság az egy nagyon-nagyon fontos érték. Azt mi nagyon sokszor elmondtuk a demokratikus ellenzék oldalon, de annak van egy határa. Az nem önmagáért való. A szólásszabadság az nem azt jelenti, hogy itt mindenkiről mindent lehet mondani, és különösen olyan dolgokat nem, amit nyilvánvalóan félelmet kelt másokban, nyilvánvalóan történelmi hamisítás. Láttuk ezt. Az az alapvető probléma, hogy a kormánypárti képviselők részéről az elmúlt 4 évben semmiféle valós lépést nem láttunk arra, hogy megállítsák a szélsőjobbot. Az előbb beszélgetett az összefogás képviselőjelöltjével Dorosz Dávidtal, akitől megkérdeztem, hogy akinek elmondta, hogy de hát a kormánypárti képviselők itt a szabadságtérre tervezett szobor kapcsán mindig elmondják, hogy igen, hát itt volt bűn. Láttuk Rogán Antalt a színpadon beszélni arról, hogy elítéli a holokausztot. Emlékszik pár évvel ezelőtt, amikor volt a nagy tüntetés, amikor a Jobbik egyik képviselője listázni akarta az országgyűlési képviselőket, akkor egy nagy tüntetés volt. Ott állt a Fidesz frakció vezetője. És hétfőn ugyanúgy folytatódott a kokettálás a nácikkal. Hát nem, nincs ebben az ügyben egyrészt másrészt politika. Normális, demokratikus polgár, és már nem politikusról beszélek, nem szavazatszerzésről beszélek, nem áll ezekkel össze. Nem beszél egyrészt másrészt politikában. Minden törvényi lépésébe azon van, hogy megakadályoz, hogy ezek az emberek bármiféle publicitást kapjanak, és hatékonyan lép föl ellene. Ha van ennek az országnak 10 milliárd forintért, évi 10 milliárd forintért fenntartott terrorellátási központja, akkor nagyon jó lenne, hogyha nem azzal foglalatoskodnának, hogy prostikat meg pitbullokat üldözgetnek, azt már tudjuk, hogy milyen remekül tudnak utcán lövöldözni, meg milyen gyönyörű autóik vannak, ilyennel kell foglalkozni. Például mivel? Hogy az ilyen elemeket, ezeket vizsgálgassák, nézzék, mert ez egy beszéd volt, de ki tudja, hogy a beszéd mögött egyébként milyen eszközök vannak, milyen fölkészülés van. Hallott ebben az ügyben megnyilvánulni, és ezzel kapcsolatos ügyekben megnyilvánulni a belügyminisztériumot valaha is? Nem. Azt, viszont én nem tudom, mert nem tudhatom, de lehet, hogy azok az ellenzéki politikusok, akik például a Nemzetbiztonsági Bizottságnak tagjai tudják, hogy milyen munka folyik a háttérben, hogy megpróbálják pontosan azt feltérképezni, amiről ön beszél. A terrorellátási központ még nem számolt be a tevékenységéről az elmúlt években a Nemzetbiztonsági Bizottságról. Arról már beszámolt, hogy mit is, miért is jöttek létre, talán kétszer is, de arról, és ez pont az adatgyűjtés kapcsán derült ki, ugye a titkos információszerzés kapcsán derült ki, hogy sem a Honvédelmi Bizottságnál, sem a Nemzetbiztonsági Bizottságnál olyan típusú beszámolás, hogy a TEK az valójában is mit csinált, úgy tudom, hogy most már lesz ilyen, de eddig nem számolt. De mondjuk például a betyárseregbe beépülni és feltérképezni, hogy a törvényellenes cselekedetekre készülnek, vagy nem készülnek, hogy ilyen tevékenység folyik, vagy nem folyik, az a TEK dolga lenne, vagy a titkosszolgálatok dolga lenne? Terrorellátási központról beszélünk, amely titkos információszerzéssel foglalkozik, ugye? Azt gondolom, innentől kezdve a TEK-nek is dolga lenne ez. Nyilván a titkosszolgálatoknak is, de a TEK-nek is. Mindig elmondják, hogy ők itthon is a terrorizmus ellen küzdenek. Hát itt most a jobboldali terrorizmusról hallottunk előadást. Azt gondolom, hogy akkor a terrorellátási központnak kell ezzel foglalkoznia. De az is ezen kívül, hogy egyébként foglalkoznak ezzel a dologgal, az nagyon fontos lenne, hogy politikai szinten a kormánypárti képviselők világossá tegyék, és mondjuk a belügyminiszter is világossá tegye, hogy ebben az ügyben brutálisan, erőteljesen föllépnek. Az előbb említette az esztergomi fórumot, amivel kapcsolatban leginkább az került be a hírekbe, hogy vagyonosodási párbajra szeretné Gyurcsány Ferenc, aki elkísérte őt esztergommal, kihívni a miniszterelnöket. Ezt hogyan képzelik? Tegnap ugye a választókerületen jártunk, és esztergomban, hát ott végignéztük, hogy mi minden történt az elmúlt években, és valóban a fórum előtti sajtótájékoztatón a DK elnök elmondta, hogy
a Simon ügy kapcsán, mert ugye ez folyamatosan visszatér ugye a napirendre. Ez egy nagyon rossz dolog mindenki számára, de minden rosszban keresni kell a jót. Akkor tegyük az asztalra, hogy az elmúlt években, évtizedekben kinek mennyi pénzből mi lett. Gyurcsány Ferenc, sokszor elmondta, ő egy vagyonos ember. Orbán Viktor, szintén egy vagyonos ember. Hát akkor tegyék ki az asztalra mind a ketten, hogy kinek, milyen jövedelemből mi lett. Különösen azért, mert politikusokról és volt miniszterelnökökről van szó. És ugye én nagyon nyilatkozatot ugye mindenkinek tennie kell, a miniszterelnök is tesz minden évben. Így van, de ugye hozzátette a Gyurcsány Ferenc, hogy nyilván a család vagyonát is hozzá kell tenni. Én abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az előző ciklus elején volt két vagyonosodási vizsgáló bizottság, sok eredményre nem jutottunk, mert ez a paritásos bizottság, de az egyik az Orbán, a másik a Gyurcsány vagyonosodási vizsgálatát. Vagyonosodását vizsgáltam. Hát azt határozottan tudom állítani, mint mindkettőben benne ültem, hogy Gyurcsány Ferenc az előtt lett vagyonos ember, hogy ő miniszterelnök lett volna. Orbán Viktor pedig azután lett vagyonos ember, hogy ő miniszterelnök lett. És ez egy óriási különbség. És azt gondolom, hogy ebbe is azt gondoljuk, és nyilván ezért hívta ki vagyonosodási párbajra Esztergomban Orbán Viktort, hogy akkor lássa az ország, hogy kinek, miből, milyen lett. Nem csak neki személyesen, hanem a családjának is. Felcsút, Tokaj, Budai Villa, lássuk már, akkor tegyük ezt az egészet, és ne csak nyilván Orbán esetében, mindenki esetében, tegyük az asztalra. Ez egy új kezdet, azt mondhatjuk, egy új korszak nyitánya lehet ez is. Tehát önök támogatják azt a felvetést, hogy minden politikus és akár minden képviselőjelölt egy vagyonosodási vizsgálaton is essen át, azon kívül, hogy vagyonnyilatkozatot tesz, amiről ugye a megfelelő jogvédő szervezetek el szokták mondani, hogy mennyire alkalmatlan arra, hogy bármit valóban feltérképezze, ment a vagyonnyilatkozati rendszer. Azt gondolom, hogy ebben nem csupán, pusztán törvényi, hogy mondjam, kötelezettséget kell teljesíteni, hanem ebben akkor tegyük tényleg az asztalra minden képviselő, akár minden képviselőjelölt. Ugye jelen pillanatban a demokratikus koalíciónak, a Magyar Köztársaság korábbi miniszterelnök, a jelenlegi miniszterelnököt hívta ki, de szerintem mindenki tegye az asztalrát. Többen felvetették, amikor a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra kerültek. Hogy például Szijjártó Péter keresett 14 millió forintot tavaly évben, és 16 millió forint megtakarítása lett. Hát, ne haragudjon, én a világon nincsen. A világon nincsen. Akkor lássuk már, tényleg akkor nyissunk tiszta lapot és tehát kezdjük. Tehát vagyonosodási vizsgálat mindenkinek. Legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm, és még egy mondatot, mert ugye a jövő héten kezdődik a jelölés, úgyhogy én arra szeretném kérni a ATV nézőit is, hogy mindenki, aki a demokratikus ellenzék jelöltje aláírásával támogasson szeptember 17-től, és én is mindenkit várok szeretettel a választókerületemben, támogassák a jelölésemet aláírásukkal. Köszönöm szépen, én is köszönöm.